Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A kármikus kastély. Így hívom ezt a jóslást. Ennél a jóslásnál kármikus témák vannak, mégpedig azt nézzük meg, mit éltetek át az elmúlt időben, a korábbi életetekben, és milyen tapasztalatokat gyűjtött a ti párotok, mi kapcsol össze benneteket, és mit kell, hogy tanuljatok. Feltesszük azt a kérdést is, hogyan tovább, és ezt mutatják ezek a kártyák. Ez egy nagyon érdekes jóslás, egy általános jóslás, viszont megvan arra is a lehetőség, hogy ti ezt a jóslást kérjétek, mint személyes jóslás, a díjam 3500 forint. Ezt a jóslást kiegészítem asztrológiával is, mégpedig megnézem, hogy hol vannak a kármikus csomók a ti horoszkópotokban és az ő horoszkópotokban. Az azt jelenti, mi volt a múltban, és mi fog következni, melyik utat választottátok, hol van ez az arany középút. És kezdeném is. A hölgyeknek a kártyái itt vannak, a másik oldalon pedig a ti párotok. Mit éltetek át a múltban, azt mutatja itt ez a kártya. Az események nagyon-nagyon pörögtek. Megvolt arra is a bátorságotok, hogy valami újat kezdjetek. Viszont lehetnek ezek támadások is. Mit élt ő át? Ez a kártya mutatja itt az igazságot. Az is lehet, hogy ő sok igazságtalanságot átélt a múltból. Mi az, ami maradjon, mert a múltban voltak értékek is. A ti oldalatokon látható itt a nap. Ez a ti kisugárzásotok. Ez a gyermek utal az ártatlanságra. Ez jelképezheti azt is, hogy volt valami a múltban, és ti úgy gondoltátok, hogy hibáztatok, és keresitek a hibát magatokban. De ez a kép arra utal, ti ártatlanok voltatok. És ez a valóság. Mi az, amit ő átélt a múltban, és értékekre utal, az kellene, hogy megmaradjon nála. Ezt mutatja itt ez a kép, mégpedig ez a belső hang. Befele nézni. És ez a belső hang adja meg neki a választ azokra a kérdésekre, ami őt foglalkoztat. Mind az, amit átéltetek a múltban, ott vannak előnyök, értékes dolgok, de olyan dolgok is vannak, amitől el kellene búcsúzni. Nálatok megjelenik itt az ördög. Ez lehet egy ilyen hamis gondolat, vagy félelmek, egy rossz út, viszont amire én gondolok, hogy itt a hamis kapcsolatokról van szó. Olyan kapcsolatokról, ami titeket zavart, vagy megbántott, vagy olyan emberek a közeletekben, akik titeket becsaptak, vagy elloptak valamit, ezt le kellene zárni, de a félelmeket is. Most megnézzük nála, hogy mi van a múltjából, amit meg kellene, hogy változtasson. A múltban mindig visszahúzódó volt. Vannak olyan pillanatok, amikor ez jó, mert akkor el tudunk gondolkozni valami felett. De ez a állandó visszahúzódás, ez viszont nem jó. Tehát kell, hogy ő aktívabb legyen.
Mit kell, hogy tanuljatok? Ezt mutatja itt ez a kard. A kardok jelentik a levegő elemét, és ez a könnyűségekre utal, de a kommunikációra is. Tehát ez a lecke könnyűségekkel egymással beszélni. A kard jelenti azt is, hogy valamit le kell, hogy zárjatok. Ezek lehetnek a félelmek is. Ez is lehet egy lecke. Mi az, ami összeköt benneteket, ahol még emlékeitek vannak a múltból? Ez a szív jelenti a szerelmet, viszont a sértést is, azt, hogy valami fáj. De ez nem a jelenlegi helyzetre utal, hanem ez jön a múltból. És itt kell egy gyógyító hatás kettőtök között. Ez a három kártya mutatja azt, hogy mi következik, vagy mit kellene, hogy tegyetek. Először megtekintjük ezt a képet. Ez a papnő arra utal, hogy itt van egy felső hatalom, egy áldás. De azt is, hogy ebben a könyvben, a sorsok könyvében bele van írva, hogy köztetek egy sors kapcsolat van. Természetesen utal ez a kép vallási vagy spirituális dolgokra is. A következő kártya mutat egy új kezdetet, akkor is, ha még mindig olyan bizonytalan, hogy megy tovább, de ez jó lenne, ha ez a könnyűség ott lenne nálatok, és meg lenne a lehetőség egy új kezdetre. A következő lap egy királynőt mutat, és ez a királynő uralkodik a föld eleme felett. És a föld eleme mutatja a reális dolgokat, a tetteket. Tehát ez egy nem csak egy álmodozás kettőtök között, hanem megvan a lehetőség egy új kezdetre, és hogy ezt ti átélitek. Ami még fontos ennél a kártyánál, legyetek magabiztosak, és legyetek biztosak a ti saját értékeitekkel. Ti vagytok itt ez a királynő, tehát uralkodjatok a helyzeten. És ez volt ez az általános jóslás, ez a kármikus kastély. Köszönöm figyelmeteket, viszonthallásra! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!